Jó estét kívánok! Hosszú hetek kényszerű szünete után, hál' Istennek újra itt a háttérkép, Boros Imre és Bogár László már nem a stúdióban, hanem otthon ül a számítógép előtt, akár csak én idehaza. Szervusztok, urak, sok szeretettel köszöntök neked! Sziasztok, jó estét kívánok! Most elkezdjük újra a háttérképet, egyelőre úgy, hogy csak fele időben, aztán majd remélhetőleg minden visszatér a régi kerékvágásba. És ez a mondatom, egyszer mint az első kérdésem is, a globalitással kezdünk, és fordulok először Lacihoz. Szerinted, ha elmúlik ez a járvány, vissza tud-e térni a világ oda, ahol volt, vagy új világ köszönt ránk? Ilyenkor mindig célszerű a klasszikusokhoz segítségül fordulni, hiszen Hamlet híres monológiában, aminek a kezdősorát, hogy lenni vagy nem lenni, persze mindenki ismeri, azt a mondatrészt azonban talán kevésbé, amivel most szeretném bevezetni a mondandómat, ez pedig úgy hangzik, hogy inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni. Tehát nyilván mindenki úgy van vele, hogy amikor valami vész van, hogy jó lenne minél hamarabb kikeveredni ebből az egészből, és utána térjen vissza az a rendet, mint térjen vissza a rendes kerékvágásba, ahonnan elindultunk. Én attól tartok, legalábbis számos jel utal arra, hogy még ha akarnánk, se tudunk visszatérni ugyanoda, ahol voltunk, mert az a valami, ahová vissza kellene térni, az már nincs. Tehát én úgy érzem, hát most értelemszerűen biztos tudások nincsenek, ezek inkább csak érzések és intuíció, hogy az a valami egyszer és mindenkorra megszűnt. Tehát abba a globális világba már azért nem lehet visszatérni, mert az már nincs. Hogy hova fogunk visszatérni, mert nyilván majd normalizálódik a helyzet, azt még egyelőre nem tudjuk, de éppen azért kellene most szellemi értelemben mindent megtennünk, hogy minél inkább össze tudjuk rakni ennek ezekből az apró mozaikokból azt a képet. Még egyetlen mondat, az elmúlt 10 év során, lassan 10 év során, amióta a beszélgetéseink zajlanak, valójában mindig elmondtuk, hogy a lelke mélyén mindenki tudja, hogy az a valami, amit ennek globális kapitalizmus rendszereként ismerünk, az valójában folytathatatlan. Tehát, hogy ez egy zsákutca, és ez a zsákutca egyszer elér majd a végéhez. Most éppen úgy néz ki, hogy ez a vírus segítheti elő, nem biztos, hogy így lesz. A világ urai minden esetre szeretnék minél hamarabb, hogyha visszatérnék oda a rendes, a szerintük rendes kerékvágásba. Én meg azt hiszem, hogy oda semmiféleképpen nem lehet visszatérni. Tehát arra kell készülnünk, hogy egy új világrend épül. Imre, egy kicsit közelítve a kevésbé elvont terepet. A spanyol náthának sok millió áldozata volt. Még korábban olyan járványok söpörtek végig, mondjuk ha csak Európát vesszük, hogy adott esetben Európa lakosságának 20-30%-a pusztult el. És mégis mindig vissza tudott térni a világ oda, ami a járvány előtt volt. Most idézőjelbe téve a csakot, de hát meglehetősen korábbi nagy járványokhoz képest meglehetősen kevés az áldozat. És mégis egyre többen mondják azt, amit Laci is kifejtett, hogy a világ már soha nem lesz olyan, mint volt. De miért nem, kérdezem. Hol vannak ennek a nem levésnek a racionális pontjai? Hát egy szót először a spanyol náthára. Hát a spanyol nátha is amilyen folyamatokat megindított, ha jó végig elemezzük, az egy ilyen 60-70 éves folyamat. Ott se tudott a háború végén, ugye, mert a háború is bent volt előtte, a spanyol nátha nem tudott ugyanoda visszatérni az úgynevezett boldog békeidők korához, hanem volt itt minden egészen, mondjuk azt, hát 90-ig, 18-tól 90-ig,
Igaz, hogy az sok áldozattal járt, nagyon sokkal, sokkal többen, mint a mostani. Na most én az egészet úgy látom, hogy ma egy bizonyos szempontból alkalmasabbak lennénk a dolognak a gazdasági kárait elhárítani, viszont olyan mértékű feszültség tömkelet gyűlt össze az egyszerű emberek, mondjuk a népek életvágyai és a felülről diktált dolgok között, hogy az most robbanásszerűen szétmegy. Egyébként gazdasági ügyek is feszítik, ha arra gondolunk, hogy az Európai Unióban ugye az erősen sújtott déli államok, most a válság is erősen, a vírus is erősen sújtja őket, erre rájön még a pénzügyi, hogy mondjam, tehertételek, tehát például Olaszországban. Maga az a tény, hogy közös rizikóra szeretnének pénzt felvenni, azaz ők fölveszik a többi, meg állja a rizikót, hát ez ellentéteket szül. Most azt hiszem, hogy örülhetünk, hogy nem vagyunk mi ebbe a boltba benn. És további gondok is, bajok is vannak, mert azért az egyszerűbb emberek is, hát ugye, ahogy te szoktad mondani, csak idézek klasszikust, de talán más is mondta, hogy zuhanó repülőgépen kevés az ateista, sőt, szinte nem is található. Hát itt most tulajdonképpen bemutatta a nagy természet, hogy aztán természetet beindították, vagy magától indult, ezt most hagyjuk a elemzésen kívül, hogy tud ez a repülőgép már, mint ez a globalista világrend, olyan másodpercek alatt zuhanni, hogy szinte mindenki, a nagyokos, sok tanácstalanok nem tudnak mit tenni. Tehát ebből indulunk ki, ezt a nép látja, érzi, sőt, megteszi a különbségtételeket is. Hát minket például egy csomó elemzés kiemel, hogy elég jól álljuk a sarat, míg mások nem. Úgyhogy ezek a dolgok lecsapódnak az emberekbe. Majd a részletekhez még szeretnék visszatérni, de fordulok Lacihoz megint egy kicsit egy általánosabb kérdés erejéig. Laci, szerinted, ha majd egyszer vége lesz, és tudjuk, hogy a gazdaság nagyon meg fogja síjleni ezt a kényszerű leállást mindenhol a világon, de jelesen nyilván a legjobban Európában és az Egyesült Államokban. Látsz-e akkor különbséget, hogy a gazdaság újraindítását kik és hogyan szeretnék globális térben megoldani, és ehhez képest mondjuk nemzetállami szinten más-e a kívánt forgatókönyv? Van-e itt ellentét? Az egyik legdöntőbb, és most már egy picit talán gyakorlatilasabban megközelítve, de az egyik legdöntőbb kérdés, illetve által egyik legdöntőbb tapasztalat az az, hogy az a valami, amit világgazdaságként ismerünk, az egy hihetetlenül komplex rendszerré vált. Egy olyan komplex rendszerré, ahol egy elképesztően bonyolult, valójában már senki által nem igazán átláthatóan bonyolult rendszer illeszkedik egymáshoz elképesztő pontossággal. Ennek egyik szimbóluma ez a bizonyos just in time, ami arra utal, hogy minden abszolút meghatározott időben érkezik. Tehát nincs készletezés, nincs raktár, sem nincs tartalék, se időben, sem térben, sem anyagban, hanem hajszál pontosan akkor is odaérkezik, ami persze értelemszerűen, ezt közgazdászról úgy mondják, hogy csökkenti a tranzakciós költségeket, tehát növeli a profitokat értelemszerűen. Csak hogy az a baj, hogy egy ilyen rendszer elképesztően kiszolgáltatott. Mert abban a pillanatban, amint nem jön időben, vagy egyáltalán nem jön az, amit az adott a rendszernek az adott szakasza vár, akkor nem csak az a rész omlik össze, hanem pillanatok alatt kártyavárként az egész rendszer. Nem véletlen, hogy ezeket ugye láncoknak, supply chains, tehát ilyen ellátó termelési láncoknak nevezük, és ilyenkor a szó szoros értelmében láncreakció, chain reaction indul el, vagyis láncreakció szerűen omolhat össze. Nincsenek még statisztikák, de az előzetes becslések szerint a világgazdaság teljesítménye nagyjából 6 hét alatt 30, egyesek szerint 40%-kal csökken. Most ez azt jelenti, hogy mivel nagyjából egy 100 ezer milliárd dolláros világgazdaságról van szó, ez azt jelenti, hogy két hónap alatt 40 ezer milliárd dolláros
teljesítményhiány alakul ki. Tehát nyilván az újraindítás attól függ, hogy ez a láncreakció kiket zúz úgy össze, hogy azt már semmilyen módon nem lehet újraindítani. Illetve, ami a leglényegesebb, és ez a legfontosabb tanulság ebből, hogy az újraindításnál mindenkinek észnél kellene lenni, hogy azért ne ugyanolyan kiszolgáltatott legyen az újra felépülő rendszerből. Ez nézetem szerint logikailag minden lokalitásból azt a törekvést fogja előhívni, hogy lehetőség szerint csökkenjen a függése a globális rendszerekből. Ez lesz a legfőbb tanúság. Nem láttok abban valami döbbenetesen szimbolikusat? Minap egy barátommal beszélgettem, és ő fogalmazta ezt meg így. Tényleg elképzelhetetlen jelenetek játszódnak ma le a pekingi reptéren. Ezt úgy értsétek, hogy a szó legszorosabb értelmében szabad rablás folyik. Megkötött szerződések X összegér lélegeztetőgépekre, elindulna a bepakolás egy repülőbe, oda jön egy másik ország üzletkötője, és 300%-ot ráígér a megkötött üzlet árára, és viszi ő a holmit. Elképesztő, hogy mi folyik. És ez a barátom fogalmazta azt meg, hogy gyerekek, maszkok. Tehát nem űrfegyverek indító rakétáiról beszélünk, hanem rongyos sebészi maszkokról, és a művelt, civilizált nyugati világ egymást öli Pekingbe, hogy maszkokhoz jusson hozzá. Nem láttok ebbe valami félelmetes szimbólumot, Imre? Hát a félelmetes a szimbólum, de igazándiból nagyon is érthető. Most jön ki az, amiről mi 10 éve beszélünk, hogy igazándiból az emberek nemzeti szinten érzik magukat szervezetnek, összetartónak. Ezt persze próbálják szétzilálni kívülről, belülről, de látszik, hogy nem ment. Na most, aki akar szerezni ilyen eszközöket, az azért akarja szerezni, persze ez nagyon csúnyán mutat, amit csinál a pekingi reptéren, azért akar szerezni, hogy hazajuttassa, haza pedig az Magyarország, Franciaország, Anglia, stb. És amit mi is csinálunk, az, hogy a mieinket óvjuk elsősoron határon, innét határon túl, és erőnkön felül, vagy ereinket megfeszítve adunk segítséget azoknak a barátainknak, akik nálunk nagyobb bajban vannak, akik adott esetben hozzánk is szolidárisak voltak. Hát így épült föl az emberiség valaha az alsó nukleuszokból, a családokból épült nemzetségek, nemzetek, országok, stb. Stb. Ez a fölülről építkezés, ami már ugye nagy erőszakkal folyik, nem erővel, erőszakkal, mint egy elővel előtte is folyt erőszakkal, mint 200 éve, most úgy tűnik, hogy az összes chainnel, meg mindenfélével együtt összeborul, az egészet ismét nemzeti alapon kell kezdeni újra szervezni. Ez az egyik szimbólum, a másik, és akkor fordulok Lacihoz, szinte folytatva az iménti gondolatmenetét, hogy még egyszer mondom, sebészi maszkokért öljük egymást a nyugati világ Pekingben, mert elfelejtettünk sebészi maszkokat gyártani az utolsó 30 évben. Ez alatt, ezt is érted az alatt, hogy nem lehet többé visszatérni a régi világhoz? Természetesen az egész értékrendünket át kell rendezni. Tehát ugye nagyon-nagyon sokszor elmondtuk a elmúlt közel egy évtized során, hogy ez a rendszer miközben állandóan kényelmet és biztonságot ígér, mert ez a két legfontosabb jelszava, kényelem és biztonság, amivel persze értelemszerűen minden élőlényt el lehet bűvölni. Tehát ezt ígérte, csak hogy az látszik kiderülni, hogy ennek a látszólagos kényelemnek és biztonságnak iszonyatosan nagy az ára, mert egyrészt szétverjük a külső természetet, földet, vizet, levegőt elmocskolunk, tönkreteszünk, kiszolgáltatottak vagyunk. Maga a vírusok terjedése is részben ennek tulajdonítható. Kiszolgáltatottak leszünk, sokkal kiszolgáltatottabbak a külső természetnek, és közben tönkrezúzzuk a saját lelki, erkölcsi, szellemi természetünket is, tehát felborul az értékrendünk is. Hát te magad mondtad el nagyon sokszor, hogy szétroncsolódik az eredeti természetes identitásunk. És ennek következtében teljesen zavarossá válnak az értékek. Tehát nem tudjuk felfogni, hogy valójában mi az igazán értékes és fontos a világon.
ez most bizonyos értelembe véve, ha úgy tetszik, nagyon brutálisan újra kell, hogy tanítsa nekünk azt, hogy mi is az emberi természet legbelső és legmélyebb törekvése ebben a világban. Térjünk haza az utolsó perceinkre. Mindkettőtökhöz szól a kérdés, majd Imre kezdi, aztán Laci befejezi. Idehaza, amit eddig tudunk, most nem megyek bele a részletekbe, de alsó hangon nagyjából egy 10 000 milliárdos mentőcsomagot dolgozott ki a kormány eddig, hogy majd a járvány elmúltával újra be lehessen rugni a gazdaság motorját. Erre Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ez halottnak a csók, az ellenzék kevesli, rossz struktúrájú, semmit nem ér, vízionálnak teljes összeomlást. Tegyük hozzá, teszik ezt azok, akik mondjuk a 2008-as válság idején döntési helyzetben egy 0 forintos mentőcsomagot bírtak összehozni a magyar társadalom számára. Summa summarum, ti hogy látjátok, és most ez már kőkemény közgazdaság, hogy látjátok ezt a mentőcsomagot? Igaz lehet-e mondjuk az IMF-nek az a jóslása, hogy a járványból Málta és Magyarország fog a legjobban kijönni? 2-2 percetek van, Imre kezdte. Ritkán szokott az IMF rólunk elismeréssel szólni, bár az utóbbi időben azért itt-ott előfordul, csak egyet lehet vele érteni. Na most a struktúrája is, úgy gondolom, hogy sokat ígérő. Először is azokat, aki őrült nagy bajban vannak, azzal segíti a kormányzat, hogy nem kell nekik fizetni olyan terheket, amiket egyébként kéne, ha lenne rendes fizetésük, meg ha cégeknek rendel, ez az első lépés. A második nagyon fontos lépés, ugye nálunk ez nem szöveg, csak az ember a fontos, a dolgozó, aki munkát végez, és aztán a magyar tulajdonú cégek. Ilyen sorrendben kell ezt az ügyet intézni, tehát mindenképpen karban kell tartani a jó magyar munkaerőt, ha lehet az állásában, ha nem lehet, akkor rövid ideig munkanélküli segélyen, vagy álláskeresésén. Második pedig nagyon gyorsan visszatőkésíteni azokat a cégeket, akik értelemszerűen veszítettek. Ennek lehet tőke vonzata, lehet olcsó hitelvonzata is. Még egy dolog, és azt adnám tovább a Lacinak, mert az idő úgy látom fogy, ez a pénz, ez nem származhat külföldi forrásokból. Hát annyi eszünk, hogy gyakorlatilag pénzt csináljunk, itt Magyarországon kollektíve van, annak az intézménynek, amit úgy neveznek, hogy Magyar Nemzeti Bank, és korábban úgy szoktuk mondani, sem nem magyar, sem nem nemzeti, se nem van, most lehet magyar is, nemzeti bank is, és segíthet is. És fog is segíteni. Laci? Tovább folytatva az Imre gondolatmenetét, valóban a legfontosabb az, hogy elkerüljük ezt a bizonyos láncreakciót. Tehát elkerüljük a teljes összeomlást, a megzuhanást, vagyis hogy megmentsük azokat bizonyos értelemben úgy, hogy tartsuk a fejük felett a tetőt, akik egyébként egészségesen tovább tudnák vinni a gazdasági tevékenységüket, csak hát most hirtelen a szó szoros értelmében elfogyott körülöttük minden levegő. Tehát józanul átgondolva azokon kell azonnal segíteni, és a kormány stratégiája teljesen erre irányul, akiknek a tevékenysége folytatható lesz, de ahhoz meg kell menekülniük a teljes összeomlástól, és ezt azért kell véghez vinni, mert hogyha ez láncreakciószerűen végigfut az egész rendszeren, akkor a pusztítás annál is sokkal nagyobb lesz, akár egy nagyságrenddel is, ami persze hát valamilyen értelemben mindenképpen elkerülhetetlen. Tehát ez a legelső, ez a védelmi funkció, hogy elkerüljük a teljes összeomlást, ami egyébként végigfutna a rendszeren. A másik pedig a nagyon rugalmas, nagyon differenciált és nagyon célzott támogatás, ahogy az Imre is mondta, azokra a helyekre, ahonnan leginkább újraindítható ez az egész folyamat. Ez valójában olyan, mint a háború utáni újjáépítés, azzal a különbséggel, hogy itt még nincs vége a háborúnak, sőt azt se tudjuk pontosan, hogy mikor fog a háború véget érni. Éppen ezért, csak annyit tennénk még hozzá, de nyilván az Imre is így gondolja, hogy rendkívül takarékosan és átgondoltan kell bánni az erőforrásokkal, mert ez nem úgy van, hogy volt egy katasztrófa és most helyreállítunk, hanem is in progress, tehát a katasztrófa most is zajlik, és nem tudjuk, hogy meddig fog és meddig tartanak ki az erőforrásaink, tehát a jó gazda gondosságával kellene
gazdálkodni, és rendkívül fontos, ez talán a leglényegesebb, csak megerősíteni tudom, amit az Imre mondott, hogy amit csak lehet, hazai forrásból kell létrehozni. Azt a kiszolgáltatottságot még egyszer, ezt már átéltük néhányszor, hogy kerülünk olyan elképesztő kiszolgáltatott helyzetbe, ezt nem engedhetjük meg. Össze kell szedni minden létező energiánkat és erőforrásainkat, hogy ezt elkerüljük. Uraim, hiányoztatok, és jó volt veletek, úgyhogy jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen is. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, és jelenthetem akkor, hogy jövő héten ismét lesz háttérkép. Addig is minden jót, és maradjanak oda-haza. Viszontlátásra.